Szinte egymás után buktak meg bolgár csempészek a magyar autópályákon. Az egyik furgon az M5-ös autópályán lavírozott. A pótkerék nem stimmelt, abban lapult csak nem 200 doboz cigi. A sofőr azt állította, nincs nála semmilyen jövedéki termék, amit Németországig vinne. Néhány órával később az M43-ason vált gyanússá egy lengyel teherautó, mert a pótkocsija bolgár volt. A négy bolgár utas azt állította, hogy csak ismerősöknek visznek csomagokat Németországba. Az ülés alatt és a csomagokban is cigi volt, sőt még egy pufot is teletömtek. Ezen kívül még 10 liter zárjegy nélküli szeszes ital is előkerült. Se cigi, se pia nem maradt náluk, és még fizetniük is kell.